A magyar válogatott megkezdte a ráhangolódást a Románia elleni VB-selejtezőre, és a hétfői edzésen már a videótomból első alkalommal behívott Kovács István is a társakkal edzett. Én azért jöttem, hogy játszani is szeretnék, de ez a szakmai stábon és Egerváris Hanyi bácsi múlik. Úgy érzem, hogy ez a két mérkőzés olyan fontos a válogatott szempontjából, hogy itt tényleg elsődleges szempont az eredményesség sem, mint az, hogy én most debütálok, vagy sem. A pénteki találkozón sokat tehet a győzelemért a Dinamo Moszkvában kiválóan szereplő Dzsudzsák Balázs is. Nagyon speciális ez a mérkőzés, már csak azért is, mert ugye a válogatott szempontjából, mióta én válogatott vagyok, ez az első olyan mérkőzésem, hogy tényleg szurkolók nélkül kell ezt lejátszani. Ráadásul a legnagyobb riválisunk ellen. A válogatott mérkőzés az mindig speciális játékos részéről, de nem hiszem, hogy tényleg ez az a meccs, ami bárkinek a jövőjét esetleg eldöntheti. A Magyarország-Románia zárt kapus találkozót pénteken 20:15-től élőben közvetítjük az M1-en.